Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás gyertya mágiával. Ez egy általános kivetés. Viszont én biztos vagyok abban, hogy nincsenek véletlenek. Az sem véletlen, hogy te ezt a felvételt megtekinted, hiszen neked szól. Persze, ha egy személyes jóslást szeretnél, erre is megvan a lehetőség, a díjam, mint minden jóslásnál 4000 forint. Itt látható ez a piros színű gyertya, hiszen szimbolizálja a szeretetet, szimbolizálja a szerelmet is. Ennél a gyertya mágiánál tulajdonképpen a szív nyitásról van szó, hogy ő nyitottabb legyen érzelmekről beszélni. Az adás végén átutalom a piros színű gyertya energiáját, és ebben a pillanatban majd eszedbe jut egy szó. És ez a fogalom fontos számodra, egy fontos üzenet. Ha gondolod, ezt leírhatod a kommentárba is. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt láthatóak a te képeid. Veled szemben a másik oldalon az övé. Ezt mi most úgy összehasonlítjuk. Nálad láthatóak itt a kelyhek. A kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Ennél a kártyánál a múltról van szó. Sőt, még jönnek az emlékek, a gyermekkori emlékek is. És itt, a közelben már megjelensz, mint egy királynő, és uralkodsz a víz eleme felett. És a víz eleme szintén az érzelmekre utal. Itt vannak emlékek a múltból, gyermekkori emlékek is. Ha ez szép, akkor őrizd meg. Légy ez a királynő az érzelmek felett. Viszont ha itt van szomorúság és könnyek, akkor engedd el. Ebben az esetben szintén légy ez a büszke királynő, aki a jelent jelenti. És az érzelmeket, ahogy te most ezt átéled. Itt van a főpapnő, és őriz egy titkos könyvet, a sorsok könyvét. Legyen meg a bizalmad, a hited, hogy minden úgy alakul, ahogy ez a sorsok könyvében meg van írva. Legyen meg ez a bizalom. Amit a főpapnő még jelenthet számodra, hogy érdekel téged a spirituális terület, és megvan ehhez a tudásod, a bölcsességed. Mit közöl a sorsok könyvéből ez a papnő? Ezt jelenti ez a kártya, és az üzenet, hogy ő közeledni fog hozzád, mégpedig a tűz elemével, ami kimutatja az ő bátorságát, a lelkesedését, esetleg a testi kapcsolatokat, és hogy ilyen szándékokkal is közeledik hozzád. És most megnézzük az ő kártyáit. Itt ezen a képen vannak az álmok, a vágyak, az elképzelések nálam. Ha hisz ebben, akkor ez az álom megvalósulhat. Ha nem hisz ebben, akkor ez egy illúzió. Akkor az csalódásokhoz vezethet nálam. Miről álmodozik, ezt mutatja itt a kép. Itt megjelenik az uralkodó nő, és ez te vagy. A Vénusz bolygó szimbóluma. De vannak anyai érzelmek is. Ez a nőies energiát jelenti, és ez a vágya, hogy legyen veled ez a közeledés. Lehet, hogy te uralkodsz most a helyzeten, vagy jó lenne, ha te uralkodnál a helyzeten, és bátorítsd őt, hogy ez az álom tényleg megvalósulhat.
mert látható, hogy jelenleg ő még olyan visszahúzódó, nem meri kimondani az érzelmeit, nem meri azt kimondani, hogy ez az álom te vagy. Amit ez a kép esetleg még jelenthet, hogy meditál e felett. De ugyanúgy, ahogy a főpapnő megjósolta itt, így fog történni, hiszen közeledik hozzád, mozgás lesz, lesz itt győzelem is, vagy megbecsülés, azon kívül mutatja majd a tűz elemét, a bátorságát, a lelkesedését, és a testi kapcsolatokra is utalhat. És én is a tűz elemével dolgozom most, hiszen itt van ez a piros gyertya, és megvan az energiája, a gyertya mágia, ami kihat a szerelemre, és kihat erre a szív nyitásra, hogy ő nyitott szívvel közeledjen hozzád. És most átküldöm a gyertya mágia energiáját. Gondolj arra, hogy képzeled el ezt a kapcsolatot, hogy közeledik majd hozzád. Képzeld el azt is, hogy beszélni fog érzelmekről, hiszen nyitott szívvel jön majd hozzád. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!